La mis gondola, mi tört entra. La mis gondola, hogy mi történt velem. Fülhallgatói, de vagy oda. Szevasztok, üdvözlök mindenkit. Milyen jó, nem így ebben a fülhallgatóval így tök kényelmesen el vagyunk. Amúgy így tök jó, mert ilyen furcsa hallom saját magamat, ahogy beszélek, és mondom nektek, Ratut, itt a Frankót. Na, milyen jó ez a fülhallgató amúgy. Ezt kellene használni, csak ennek van rossz a dugóhajzat része, ezért össze van ragasztózva. Nem az enyém, úgy kaptam amúgy ezt. Meg itt a végén is van egy kis ragasztás, tehát így érdekes ez a dolog. Hát ez fura, tehát így, és ez egy Panasonic történet. Panasonic fülhallgató, amit innen a szekrényről vettem le az előbb, gondoltam, csinálod egy olyan felvételt, hogy így rajta van a fejemben, és beszélek hozzátok, és elmondom nektek, amit mondani akarok, mert mindenképp mondom, amit mondhatnék, mert ha kimondom, hogy 12 óra 56 van, akkor mindjárt 1 óra lesz. Nem mondott olyan, hogy mindjárt 1 óra, és én még mindig vlogolok. Milyen mindig? Hát én csak most álltam neki. Hát mi az, hogy még mindig? Már egy vlog videót csináltam, miközben játszottam. Most kikapcsoltam a gépet, mert tegnap egész este, hát éjfélig játszottam, meg zenét hallgattam. Van egy csaj rapper, Angel. Az ő zenét hallgattam, a régebbi dalait, most már nem nagyon aktív a csaj, ugye. Aztán videókat nézegettem, Bartost néztem, Cibók Lászlót néztem, Herbit néztem, Herbi videókat, azokat megnézem. Ja, tényleg most rakott fő videót is elfelejtettem megnézni, pedig meg akartam nézni mindegy. Herbi videókat mindenképp nézzetek. Amúgy, ha beírjátok, hogy Herbi, akkor ott van. Tehát én végig tudom nézni az ő videóit, mert érdekesnek tartom, mert engem valahogy lefoglal, pont Herbi foglal le, amikor azelőtt egyáltalán nem is néztem, nem? Minek van ez még mindig a kezedben? Tedd már az asztalra, nem? Egyszerű. Amúgy most értelem, nem hoztam vizet, na nézz oda. Pont azt akartam amúgy vizet hozni a csapról, hogy könnyebb legyen a dolgom, és tudjak inni egy kis vizet. Mert ugye azt mondtam, hogy csak vizet iszok, de amúgy ez meg, nem tudom, még szagoltam meg a poharat, pedig nincs benne semmi, Kicsit izé piszkos, de ki kell mosni. Csak a like legyen veletek, meg ennyire érdekesség. Az előbb ki voltunk a kutyuskával, kivittem az udvarra, és elkezdett csöpörögni az eső. Tegnap is szakadt egész nap, hát mikor jöttem haza tegnap? Hát a Budapestet azt meg tudtam nézni, már ezért komolyan 4 órakor ugye, elindultam haza, csak elmentem a boltba, vettem kólát, ezeket az olcsó kólákat, mert valaki a drága kólát szereti, meg a drága dolgokat. Azért jó az olcsó, mert az olcsó, nem? Olcsó húsnak így a leve, szokás mondani. És aztán így, ja, ennyi. Aztán eljöttem haza, ettem, tegnap megmaradt a kaja, nem ettem egész nap nagyon tegnap, úristen, tehát hagyjuk a tegnapot, mert nem is ettem. Ja. Tegnap előtt, mert tegnap kedv volt, ma szerda van, hétfőn majdnem megtámadott egy kutya. És azért ez rosszul esett, hogy az a kutyuska az úgy átszaladt és úgy elkezdett morogni, elkezdtem üvölteni, és szerintem az üvöltés miatt ilyet meg és szaladt el, de aztán följebb abban az utcában van róla videó, mármint arról, hogy van egy ilyen esti videószerűség azon az utca végén, vagyis azon az utca végén, ahogy végigmentem, ott kínált egy fószerem, ami autószerelő, oda szaladt a kutya, megtámadta azt is, de elijesztette kutyát, azt láttuk, hogy valamivel megdobta, nem úgy dobta meg, hogy legyen baj a kutyának, hanem hogy elszaladjon. Tehát elszaladtak, ugye, hogy így megijedt és inkább elszaladt. De ez rossz egyben, mert azért valljuk be őszinte, ha megtámad az a kutya, főleg engem például, mert nem futok el, vagy egyszerűen csak így rám ront, tehát elég nagy darab ilyen kaukázus medvelő kutya volt, és azért valljuk be őszinte, az egy kicsit megmarcangol, azért nincs az embernek ahhoz kedve, hogy kórházba rohangáljon, már egy kutya harapás miatt is. Tehát nem én leszek a hibás, hanem a gazdája lenne a hibás, de nem tudjuk, hogy ki a gazdája, meg egyébek. Tehát ilyen érdekesség is. Van kutyám, de én más kutyáktól nem azt mondom, hogy félek, de azért nem lehet minden kutyában megbízni. Minden kutya aranyos és cuki, csak valamelyik azért szeret harapni. Tehát nem lehet kiszámítani, hogy most ő mit gondol rólad, hogy te most milyen vagy, nem? Ja. Vizet akartam tényleg izélni, ez a kis üveg, ez milyen jó, figyelj már, ugye? Bomba hangulatban vagyunk. Atya úristen, most nézem, hogy itt már megint összegyűltek az üvegek.
De mindig gyűlnek az üvegek, mert ugye veszem az üdítőt, megiszom az üdítőt, oda lerakom minden az asztal alá, és akkor így gyűlnek az üvegek, tele. Hú, kamar, nem tudom, hogy ennyire fog átszolni, de ott vannak az üvegek. Van itt 4 darab üveg. Tehát, hú, kamar, látod? 4 darab üveg van, aztán így gyűjtögetem, nem tudom, hogy miért, ne is kérdezt, hogy miért gyűjtögetem, vagy egyáltalán mi a célom ezzel az egész gyűjtögetős hadi történettel. Nem is értem ezt az egészet, hogy miért kell nekem állandóan ennyi üdítőt. Most, amit látjátok, nem töltöttem ki üdítőt, hanem vizet akartam, de most azért nem megyek ki, hogy vizet hozzak. Most menjünk ki azért, hogy vizet hozunk, mert menjünk. De az a baj, hogy a csap is annyira szorul, hogy nehéz megnyitni, meg elzárni. De majd legalább lészel róla a videó. Na, a kutya meg felugrott az ágyra. Csak nem tudom, hogy miért. Jött a kutya. Jött a kutya. Ott van. Ő itt depressziós. Mármint egy depi. Mi van, kiskutyám? Mi van? Na, szervusz. Megyünk tovább. Ez itt az előtér. De miért ide tesszük ezt az előteret? Nem is tudom. Ide tegyük le. Ide tegyük le, és akkor nézzétek, hogy csinálom itt a dolgokat. Várja, úgy kéne, hogy a csapok lássátok. Még ennyi van. Ezzel az a baj, meg van szorulva. Most könnyen megmutattam, mert van energiám. Sportszeretet kell lenni, és akkor erős leszel. Köszönjük a vizet. A víz az jó, hogyha isszük a vizet. Sokkal több vizet kell inni, amúgy. Mint azt gondolnánk. Jó, meg kell szólítani, mert szeret csöpögni, és akkor elcsöpög nagyon sok víz. Na. De ez az érdekesebben, hogy... Na. Jó, lezártunk. Kicsit rozog, meg mozog, meg jól van, kijön belőle a víz. Na menjünk, nem? Na várjatok, ezt így hónalja alá csapom. Hónajvíz. Az milyen lenne már hónajvíz, nem? Ott egy boiler. Boiler! Zanusz. Zanuszi. Ja, itt meg közben valaki írt nekem Messengeren. Jó van, majd visszaírok, ha ráérek. Van kutyatáp, jó van. Na, mindent megették, kiskutyám. Mi van, miért nem fekszel le? Feküdj le. Mit szeretné? Nem hozzád beszélek amúgy. Vagyis hozzájuk. Szervusz. Jól van, kiskutya. Vizet hoztam magamnak. Neked nem kell víz, minek neked a víz? Van neked vized. Ott vagy? Ott vagy? Ott vagy? Ott vagy, ahol lenned kell? Igazad van. Na, közben én itt videózgatok. Azért gondolj bele, gondolj rám, mielőtt rákerülsz a lapátra. Egyszer kell leesni, s nincs mit keresni. Gondolj rá a lapátra, mielőtt rákerülsz a lapátra, Hofi Gézát énekeljük el. Menjünk egy kis vizet. Na most vízmániám lett. Nem tudom miért. De sokkal jobb a víz, mint a folytonos üdítő iszogatása, mert azért a víz az kellemesebb. Ja. Meg kitisztítja a belső szerveidet, még úgy felfrissít a víz, ugye azért szoktak reggelent arcot mosni. Amit én is szoktam amúgy mindig. Vagyis hát valamikor arcot mosok, mert mondjuk az is, hogy kicsit felfrissülsz, meg egyebek. Még jó az a kis támasztás itt. Jaj, mondjuk bekapcsolom a gépet, akkor úgyis játszani fogok, mert amúgy csézni szoktam leginkább. De hogyha valaki akar csézni velem, az majd Instagramon írjon rám, aztán játszunk. Előlem játszhatunk egy csét, ha akartok, lövöldözhetünk egyet-kettőt. Tök jó ez a játék, mert el vagyok vele, meg botok ellen sokkal. Mert nem szeretek én neten játszani, de már azt nagyon sok videóban elmondtam, hogy azért nem akarok játszani vele, mert minek. Tehát neten nem szeretnék játszani. Valaki telefonál. Ki az? Ki az? Pillanat, megnézzük. Valaki telefonál. Jó van, mindegy. Csörögjön a telefon, nem engem keresnek amúgy. Szerencsére. Nem engem keresnek. Azért nem veszem fel, nem marad csörögjön.
Szóval elnézést a zavarásért, de ez fontos. A gépén a Windows 7 elavult verziója fut. Ő már nem kapja meg a Windows Update biztonsági frissítéseit, amelyek segítik a gép kártékony vírusoktól, programok, kémprogramok és egyéb kártevőktől való védelmét. A Microsoft Windows 10-re való frissítést ajánlja a legújabb biztonsági funkciók és kártevők elleni védelem érdekében. Windows 7? Jó. Ne kérdezzen rá többször. Minek? Tehát nem kell ez nekünk, ez a folytonos rákérdezés, nem? Tehát, miért kapcsoltam be a gépet? Nem tudom. Logolok. Miért kapcsoltad be a gépet, te? Jó madár. Jó madár. Madár vagyok. Ja. Tollas a hátam. Ígyunk egy kis vizet. Arról a videót. Mi van? Arról, hogy iszom a vizet. Ja. Ah, most ezt nem tudom, hogy milyen pohárba öntöm, hanem üvegbe iszom. Jó, és a üvegbe iszom, nem? Most ez a fülhallgató minek van itt? Ja, tudom, mert ezzel ide jött vizét a négykettem. Itt van a kedvenc fölösöm amúgy. Várjátok, ezt rárakom, mert nem akarom kiborítani. Ez az üveg már elég régi ám, tehát egy így elég régi üveg. Régi üveg. Már mióta megvan ez már? Ugye minden tudó vízsorozatokat elég megélte. 27. rész az fönt van. Nem lesz folytatása. És úgy volt, hogy ma lesz egy ilyen 28. rész, de... Hagyjuk a francba. Minek az? Tökény lesz fölösen. Ja. Tudjátok, ez mindig rajtam szokott lenni. Ez a... Így már felismeritek, igaz? Ugye? Van itt egy ilyen fölösen a... Ilyen feketusz. Feketusz. Várj, ezt így fel is hozom, feketusz. Ez itthonra jó, csak az, amely nincs rajta cívzár. De azt sem tudom, hogy miért nincs rajta cívzár. Mert ez nincs elszakadva, nem? Ki van szakadva? Ez is drága megcsináltatni, mert most a kabátot is elvittem megcsináltatni. Elküldettem. Aztán az is már most közölte a csajszé, hogy 3500 lesz. Hát ott nincs cívzár. De amúgy nagyon jó ez a felső. Mi a fene? Hát nem kicsi ez rám. Ezt még nem is tudom, mikor vettem. Na, úgy jó ez a felső. Tök király. Na, majd egy cívzárt szerintem teszünk rá, és akkor fogom tudni használni. Nagyon jó ez a felső. Na, de erre egy cívzárt kell majd valahonnan szerváljak, mert most ezt is elvitetem megcsináltatni. Akkor mindegy. De az az érdekes, hogy ez a vége, ez ilyen szar. Nem? Ja, ilyen izés. Minden jó ez a felső. Na, jó, hogy felhúztam. Milyen kényelmesen érzem magam. Igazán óriás vagyok. Amúgy a fotelba kellett volna beleülnöm. Így. Tudom, itt a fotel. Ide lerakom, és akkor itt a fotel. Figyeld! Látod a fotelt? És akkor itt ülök a fotelban. Pont itt vannak a ruhák. És akkor így okosítom a népet, és így mondom a tutit, a királyságot és minden. Ennyire egyszerű lenne ez a történet. Elnézést kérek a fény miatt, de... A fénynek lennie kell, tehát a fénynek nem mondható azt, hogy ne legyen. Bocsánat a fényért. Jaj! Nem akartok fényt. Nem akarjátok a fényt, mi? Nem szerettek ti a fényt. Nem akartok ti fényt. Bocsánat. De miért tűrtem be én ezt a fősőt? Nem is értem, minek tűrtem be. Na, ez jó ez, ami rajtam van. Azt a mindenit így tök királyú érzem magam így. Tiszta király vagyok. Van. Na, közben akkor miért ugatsz, Depi? Mi a baj? Ki az? Hát ott egyből mindjárt ugatnak. Jaj, gyerekek, itt van a izém. Oda néz. Oda néz, ott vannak az érmek. Ott. Úgy. Most miért oda néz, miért ide a kamerával nézek, amikor ott így is tudom mutatni le? Várjál, itt van. Jelen. Áj, úgy. De ez milyen érdekes, hogy itt arra mutatok a fal fele, itt meg itt van valahol erre. De úgy ott van. Bum. Ja, érmek. De most nem veszem le, mert minek. Na, ez a fülhallgató, hogy mit keresik. Ja, ezzel szoktam rappelni. Bedugom azt. Szoktam így rappelgetni. Na mindegy, majd ha végeztem a vlogolással, akkor majd játszok egyet. Megint iszom egy kis vizet. Ez olyan be. Mondod, ez kisütött a lap. Nem mondod komolyan, hogy kisütött a lap. Azt a mindenit, ez... Hihetetlen, hogy kisütött a lap, nem? Borzasztó.
Borzasztó, hogy napsütés van. De ennek örülök, tegnap kellett volna esni, mert direkt érekedik a csűs fel nap, fényes nap. Ha nem sütsz, akkor meg felrúgat. Oda nézz, új sapkám van, figyelj csak. Hát ott új sapka. De nem új amúgy, ez már volt sok videóban, mert rajtam azt hiszem, valahol fönn is vannak a videók, hogy rajtam volt ez a sapka. Nem tudom, hova lett a másik sapka. Ki lehet rakva száradni, amikor nagy eső volt, nagyon eláztam. Ez nincs meg. Nem is értem. Hogy nincs meg? Hova? Elnyelte a fönn? Ja, vettem a faházra lakatot, a faházra, mi a faházra? A faház ajtóra. Vagyis a ringlihez, hogy be tudjam lakatolni. Jaj, múltkor itt volt egy hülye lény, baszki. Ezt küzdöttem vele. Ezt nagy nehezen meg egyszer el tudtam csapni a pofáját, de nem annyira, hogy ne repködjön, azt egyszer csak leszédült ide oldalra. És hát azóta szerintem már a pók menette. Ugye be hálózza, tehát nem tudom, betekeri a hálójával, és akkor bebábozza, és akkor elfogyasztja majd utána. Nem tudom, hogy miért izéje be. És akkor úgy eszi meg a hálóval együtt a póka legyet, vagy hogy? Beköpi a legyet. Beköpi a légy a pók, beköpi a legyet. Igen, beköpi, elárulja. Megmondja neki, hogy tő, nagyon rossz voltál. Ezért most felfallak. Hú, gyerekek, az a legrosszabb állam, amikor azt mondod, hogy egy csomó pók így kifeszik meg minden, és így fel akarnak zabálni. Jézusom, na mindegy, tehát vannak ilyen érdekességek. A tudatalattid valahogyan összerak olyan álomképeket, meg olyan történéseket, ami valójában meg se történt. Vagy ami megtörtént, az kicsivel egy teljesen máshogy átformálja, és olyan álom lesz belőle, hogy nem is érted, hogy mi az. És akkor reggel felkezd, gondolkodsz rajta, hogy ez most mi volt. Ezt most miért álmodtam így? Tehát nem is így volt. Mert ha nem volt, akkor miért álmodtam ezt, mikor én nem is értettem. Nekem is vannak néha ilyen furcsa álmaim, meg szerintem mindenkinek vannak furcsa álmai, hogy gondolkodik, hogy mi van? Jézusom! Tehát így egész nap azon kattogsz, hogy miért álmodtam ezt a marhaságot. És nekem is vannak ilyenek, amikor rémálmaim vannak, vagy egyszerűen van egy nagyon jó álmom, arról is szoktam agyalni, hogy most ezt miért is álmodtam? Most miért álmodtam azt, hogy ez volt és amaz volt, közben meg felkelek és nincs is semmi belőlem? Mi van? Meg amikor rémálmokat álmodsz, hogy te jó Isten, micsoda, jaj nem, többet nem nézek horrorfilmet. Sose nézek horrorfilmet, pont ezért, mert rémálmaim lesznek. Nem biztos, hogy a horrorfilm miatt, de lehet, hogy olyat álmodok meg, amit nem akarok. Amúgy is a tudatalattid, az agyadban, olyan képeket, meg eseményeket, történéseket rak össze, ami nem valós. Vagy olyat álmodsz meg, ami már egyszer valamikor megtörtént, csak te nem emlékszel rá, de a tudat alattid az igen emlékszik rá, és összerakja úgy a képeket, hogy az, ami egykor szép volt, tehát ami megtörtént és szép emléknek idézted fel, vagy raktároztad, de azt ő brutálisan nagyon rossz, szenvedő, leizzadsz, fölkelsz, nem akarsz aludni, rengeteg vizet megiszol, és azon kattogsz, hogy úristen, tehát miért álmodtam így meg ezt a történetet, amikor ez egy tök jó dolog volt, nem? Hihetetlen, mennyiféle érdekes dolog van így az emberi agyban, hogy honnan, meg miképpen. Jaj, gyerekek, azért furcsák ezek az álmok, és így meglepődsz rajta, hogy mi van, hogy, miért, merre, meddig. És csak furcsálod ezt a dolgot, hogy mi van. Álmodok, mert azt mondom, ne szórakozz már, ilyet miért álmodik az ember, ugye? Jaj, de jó volt ez az álom, azt a mindenit. Remélem, hogy valóra válik, remélem tényleg valóra válik, hogy itt lesz egy jó csaj, vagy remélem, hogy nagyon sok pénzem lesz. Miért tapsoltam, úgy nem tudom. Remélem, hogy nagyon sok pénzem lesz, és jött valaki, kiskutyám? Nem jött senki. Amúgy meg hallom, hogyha jön valaki, mert a kutya megjelzi. Micsoda érdekesség, új boldog vagyok, na tessék. Ja, már 1 óra 14 van. 13. Jó, mert itt egy kicsivel előrébb van, de úgy 13 óra 13 van. Az igen, és 13-a van. Atya úristen, 13, 13, 13-a. Jó ég.
Júlik, Júlik! Ó, gyerekek, szerintem az is ütött ki a nap, mert felhúztam a redőnyt. Erre rájöttem. Ha lehúzom a redőnyt, akkor már nem lesz napsütés. Elmegy a nap júniba. Jó a süt. A nap. Krumpit. Meg mit süt? Húst. Meg. Süt. Melegen. Most így jó lesz, mert akkor lehet, hogy visszaakad a víz. Nem lesz olyan magas a mederben a víz. Meg a tó sem fog kijönteni. Most rengeteg víz volt. Rengeteg víz lett meg, nagyon sok. Meg a földek is úgy oda lesznek, nagyon sok vizet kapott a föld. Amikkel ugye művelődnek, meg dolgoznak. Azért az is mellóan van földeken, atya úristen, gyerekek, amikor egy nagy esőzés van, és ugye a termesztők, akik dolgoznak ezeken a nagy földeken, azért így rendesen elpusztítja az esőt. És így azért tud okozni galibát. Tehát ez, azért az nem egy kellemes dolog, hogyha ilyen van, hogy ilyen dolgok történnek meg, mert azért ez brutális, hogy mik vannak. A túlzott sok eső se jó. Egyrészt jó, hogyha esik, mert azért kell a növényzetnek, meg ugye a földnek is egy kicsit kell, hogy felfrissüljön és oljon, meg a növényeknek úgy kell. Tehát így táplálja egy kicsit a földet, meg jobb lesz egy kicsit, meg ugye a termés is kellemesebb, finomabb, sokkal több lesz belőle és tartósabb lesz, vagy minőségi, vagy édesebb, vagy nem tudom. De a nagyon túlzott sok víz, az meg tönkreteheti nagyon a földet, és ugye a termést is. Tehát és akkor a termesztő, aki a termést próbálná megcsinálni, az meg fogja a fejét, hogy atya úristen, áll a víz a mezőn, és ő dolgozza, de nem tud, mert beragad a traktor, vagy egyenek. Tele volt, azt megittam. Jó, hogy esik. Meg az is jó, hogyha süt a nap. Na mondjuk most szerintem lehet, hogy lesz egy kis szivárvány, mert nagyon úgy tűnik, hogy úgy tűnik, ahogy tűnnie kell. Ilyen érdekes, nem? Kicsit elfordítjuk ezt a kamerát, nem? Minél? Így. Miközben iszok a vizet. Baszki, rákattontam most a vízi vászatára. És úgy érdekes, hogy mit vannak, nem? Mert úgy elgondolkodik az ember mindenem. Ja, azt ki már. Aha, itt 1 óra 17-et ír, itt 1 óra 16-ot, az igen. Mikor keltem föl? 10 óra után valamikor. Az már ennyi az idő, baszki, ez nem is történik nagyon semmi a mai napon, és mégis elment egy egész nap. Az igen. Ki gondoltam volna ezt, nem? Hogy így elment ez a mai nap. Ja, hát ez elég érdekes, hogy ilyen sok idő van már, mert ilyen hamar elment ez a... Hát nem ment teljesen a nap, mert még csak 1 óra valamennyi van. 1 óra 17, ott meg 18 van itt a 18 órán. Hifi-mifi-pifi. Micsoda boldogtalanság, ez a régen vár csodák. Jó, baszki, ez a rengeteg víz, ez nem lesz jó. Mert... Túl sokat fogok vécére járni. Nem baj. Vécére járok, akkor úgysem megyek amúgy sehova. Nem terveztem sehova menni, mert eléggé latymatag az idő. Hát nem úgy latymatag, hanem ilyen lehangolt. Ilyenből az embernek lehangolja a kedvét is az időjárás. Van, akinek pont a rossz idő okozza a boldogságot. És hát nem úgy, hogy annak örül, hogy rossz az idő, hanem hogy neki jó kedve lesz akkor. Nekem mondjuk nem az, hogy kedvem, de úgy akkor így nincs semmi ez erőm. Nem erő, mert ő az nincs is, nem belőtt nézni. A Steven Seagal. Nyakon vágnak az idő megáll. Majd Arnold Schwarzenegger, vagy ki volt a másik? Arnold Schwarzenegger. Terminátor. Gyöbhal. Többet fogok mutatni, mint amit te várnál. Na hát, Lil G megmondta, hogy többet fog mutatni. Tényleg megjelent az új dala Lil G-nek. Lil G, ne ments meg, ne ments meg. Tegnap hallgattam a dalt, atya úristen. Nagyon sokszor meghallgattam. De jó is, hogy megjelent, meg nagyon jó a szövege. Meg jól énekel a csaj. A Lil G. Jó lett a dal, nagyon.
Ne kezdjünk el énekelni, mert X-faktorban már Jézusom, bemennék az X-faktor, azt elkezdenék énekelni. Oda basztálni és a mikrofon. Életben, Gáspár Győző. Ja? Gáspár Lackó. Az meg próbálja a Gáspár Győzőnek a dumáját tolni. Amúgy a Gáspár Lackónak van hangja, csak a legutolsó dal, ami megjelent, borzalmas. Borzalmas. Tehát az a dal, az egy előadó tudjon már szöveget írni, nem? Tehát nem más írja már meg a szövegét. Tehát nekem írnak egy szöveget, azt én nem tudom előadni. De nem a saját gondolatom. Nem a saját érzésem, nem az én tapasztalatom, nem az én életemről szól, hanem valaki más megír nekem egy szöveget, fia, reppeld már fel a szövegemet, mert írtam egyet. És úgy voltam vele, hogy akkor reppeld föl, vagy énekeld föl. És akkor így gondolkodsz, hogy mi van? Tehát én nem tudom azt előadni, amit te megírsz, vagy bárki más, mert most te írsz egy verset, azt csak te tudod úgy előadni, ahogy te leírtad azt az egészet, mert te tudod, hogy milyen hangvételbe írtad, és hogy te hogy tudnád azt előadni, mert más akarja elő, másnak adod oda a versedet, borzalmasan adja elő a versedet. Nem? Tehát ha megtanulod mondjuk a himnuszt, vagy a szózatot, vagy bármit, te megtanultad, a más megtanulta, ő is saját maga. És akkor nem mondhatod azt, hogy jó, akkor én most nem tanulom meg, akkor gyere, tanuljuk meg együtt. Ő teljesen máshogy akarja neked megtanítani, mint ahogy te meg tudod magadtól tanulni. Így van? Na ugye, hát akkor meg mit kérdezett, hogy mi van, nem? Mit jelentne már? Mérges leszek, vigyázzál. Na úgy nem tudom. De nem értem, tehát most nyilván, hogy Gáspár Laci nem tudsz szöveget írni, nem baszki olyan. Gáspár Lacika, meg mennyi csaja magadnak haza megy, tehát ez mind győzik-e duma? Báj Alexander, meg. Na az meg a lombok. Nagyon mély dal, nagyon mély dal, olyan mély, mint a víz, ugye? Mint a tenger, olyan mély. Ott vagy a tenger alatt, jó mélyen, mint a Titanic, úgy elsüllyedsz, kedves Báj Alex. Milyen Alex amúgy ez? Nem? Hát a művész neve Báj Alex. Nem tudom milyen Alex. Márton Alex vagy milyen? Ő tud szöveget írni, de az előadás az... Úristen, mi zombi? Na menjél már magadnak a révecsém. Tehát én nem azt mondom, hogy én tudok szöveget írni, mármint hogy úgy, hogy én bárkinek írnék szöveget. Ha én írok szöveget, azt én elő tudom adni a sajátomat. Mert tudom, hogy mi az, amit hogyan adjak elő, vagy épp mit írtam. Mert nem tudok más fejével gondolkodni, ő se tud az enyémmel. Tehát ő nem éli azt az életet, amit én élek, mert nem tudja, hogy én mit éltem át, hogy éltem meg. És hogy nekem a gondolatomból hogy jön ki ez az egész, hogy hogy írom meg a szöveget, és hogy miről szól az az adott dal, nem? Szerintem. De mindegy, tehát ezt most magyarázhatnám 100 millió 299 évezer eddig milliárd évig, akkor sem fogja senki megérteni, hogy mi van. Így van, vagy nem így van. Na ugye, köszönöm szépen a figyelmet. Jaj, hosszút vár a Bartosdik haz, meg a Möster videói most már egyre hosszabbak. És ez egy jó dolog, hogy egyre hosszabbak ezek a videók. Igaz, hogy már nem olyan tartalmas, meg nem olyan tanításokat csinál, amiket csinált régen. De jó. Nem tudom, hogy ki használja a Bartosnak a csatornáját, vagy ki az, aki a Bartos hivatalos pont csatornának a nevében írogat, vagy ki írogatott, de az durva volt, amikor az egyik videó alatt leírta konkrétan, hogy elütte az agyát a Bartos, most már hülye meg egyebek. Tehát az az Ádám gyerek írná ezt, aki a nagy spanyol, vagy ki? Vagy a valamelyik rokon a Bartosnak? Könyörgöm, tehát én kezelném a Bartos oldalt, nem írok ilyet a Bartosról, hogy hülye meg elitte az agyát, mert hát mindenki tudja, hogy egy hülye meg egyébként, tehát ilyet nem ír. Meg miért írnék mondjuk én ilyet az ő nevében? Az ő nevével írok ilyet róla. Miért kéne ilyet? Tehát, hogy szerintem mindenki tudja, hogy igen, alkohol mániája van, szereti az alkoholt. Szerintem minden ember szereti. Jó, ő issza, mindegy. Tehát az ő saját élete, ő így érzi, jó, mondját, én nem. De az, hogy ilyet leír, az a nem tudom kicsoda, hogy hülye meg, hogy hát ő előtt az agyát, a tiszta hülye meg ilyen. Mi van? És akkor mi van? Hát ez az ő saját élete. Úgy Möster, hajrá!
gondolom most sokan fejtegetik, hogy te ez minek iszol a vizet amúgy? Nem is szoktál vizet inni, hanem üdítőt iszol. Most miért nem iszol üdítőt? Hol van az ájszteja? Miért nem iszol már ájszteját? Hagyjál már az ájszteját. Na, ezt megittuk, hiszen láttátok, hogy mennyit raktam bele. Ez elfogyott ez a víz. Na, szerintem ennyi elég legyen ebből a videóból. Jaj, gyerekek, ez nem esett olyan jól. Ez kicsit sok víz. Jó, mondjuk nem szoktam ennyit én ide, ennyi kell. Jaj, mennyit fogok én WC-re járni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra. Feliratkozz a videót, tudtok, Tari a kövi vidibe, Erbence duma, meg az Erbence húgáron dumája, nem is, Tari a kövek, kövi vidi, Isten, atya, úristen, na mindegy, nem menjünk bele ebbe, na, amúgy nem tudom, minek mondtam azt, hogy feliratkozz a videót, tudtok, a leírásban megtaláltuk Instagram oldalamat, kövessetek, menjenek a francba. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és örülök neki, hogy velem tartottatok. És 31 perc, az egy korrekt, nagyon hosszú videó volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és a leírásban megtaláltok mindent, amit szeretnétek. Tehát írjatok Instagramon nekem, legyetek kedvesek. És lehet, hogy csinálok arról egy videót, amilyen üzletemnek. Hát nem arról fogok videót csinálni, hogy miket írtok nekem, hanem írjatok valami olyan dolgokat, amiről tudok mondjuk beszélni a videóban. Ha szeretnétek valami témát, akkor legyetek kedvesek, Instagramon írjatok rám, és akár a saját történeteiteket leírjátok, vagy bármit, akkor azt én nagyon szívesen elolvasom, és lehet, hogy azzal kapcsolatosan, vagy annak a témájával kapcsolatosan mondjuk csinálok egy videót, ha szeretnéd, hogy arról a dologról beszéljek, hogy leírtál valamit, jó? Na, menjünk, mert azért most már Jézus Máriám, na, jó van, sziasztok!